Sziasztok, borkolyok, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videó így az őszre tekintettel egy thriller ajánló lesz, ugyanis kaptam 3 thriller könyvet az Álomgyár kiadótól, és a mai videóban erről fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni a kiadónak, hogy elküldték ezeket a könyveket, hiszen mindegyik érdekelt már, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen! És akkor nézzük is meg a könyveket egyesével. Kaptam 2 Heidi Parks könyvet, az egyik a Mint a szemed fényére, a másik pedig az Aki keres, az talál. Ezen kívül kaptam még egy, amiről az nem fáj című könyvet Carrie Fishertől, nem Leia hercegnőtől, hanem az írónőtől, és még ezen kívül kaptam egy könyvet, arról viszont nem fog beszélni, ugyanis az egyik őszi hónapunk közös olvasmánya lesz. Ugye nézzük is meg ezt a 3 szépséget. Kezdném akkor Carrie Fisher, amiről hallgatunk, az nem fáj című könyvével. Ennek a történetnek a főszereplője Lara, illetve Maggie, mind a ketten egy-egy olasz férfinak a feleségei, mégpedig egy testvérpárnak. Ezt a testvérpárt úgy hívják, hogy Massimo és Nico. Mind a ketten igazából már egyikük sem Olaszországban nőtt már fel, csak olasz származásúak, és ők ilyen nagyon gazdag, nagyon karrierista emberek, akik ugye feleségül vették ezt a 2 nőt, és a történet igazából arról szól, hogy az ő házasságuk milyen. Thriller lévén igazából az a lényeg a történetnek, hogy Maggie is és Lara is a férjükről talált egy-egy olyan titkot, amit neki nehéz megőrizni, és nagyon nyomja a szívét, és annyira rettenetes, hogy igazából szinte tönkre megy tőle a házasság, és hogy nem tudja igazából, hogy mit csináljanak ezzel a titokkal. Igazából egy ilyen tipikus családi thrillerről beszélünk, tehát hasonló, mint a Lányavonaton, meg nem is tudom, mihez hasonlítsam még. Hasonló igazából, mint a Vérnarancs, meg a Lányavonaton, tehát igazából alapjában véve egy családnak a titkai állnak a középpontban, és erről van szó a történet egészen végéig. Maga a szereplők igazából annyira nem voltak különlegesek, tehát nem voltak annyira, tehát megvolt a saját hátterük, és meg volt a saját céljuk is, és az is, hogy ők nekik mi nyomja a vállukat, viszont ezen kívül nem mindegyiküknél éreztem azt, hogy ennek a karakternek lenne egy ilyen igazi velős értelme. Ez most egy kicsit nehéz megfogalmazni, de például a nőknek, tehát Lerának és Maginek egész jó karakterei voltak, míg például Massimo és Nico egy kicsit ilyen egysikú volt. Ez egyébként nem volt olyan nagy probléma, hiszen igazából a lényeg volt belőlük ábrázolva, hogy ők milyen jóképűek, és hogy milyen gazdagok, és hogy milyen tökéletes családot tudnak fenntartani, annak ellenére, hogy hát nem olyanok, amilyennek az ember gondolná őket először. Úgyhogy igazából a történet is erről szólt, azt kell mondjam, hogy meg tudott lepni, bár egy-két ilyen nagyobb fordulatra számítottam, és igazából azért van ez, mert ezek tipikusan ilyen családi thriller fordulatok voltak, amik igazából minden könyvben megvannak, de ezen kívül meg tudott lepni a könyv, ami nálam mindig egy fontos pont, és ezért is mondom el minden értékelésben azt, hogy egy könyv meg tudott lepni vagy nem. Maga a történet egyébként élvezhető volt, egy elég vastag könyvről beszélünk, tehát majdnem 500 oldal, de elolvastam azt hiszem 2 nap alatt, úgyhogy én azt mondanám, hogy élvezhető és sodor magával a történet. Erre a könyvre végül 4 csillagot adtam. És akkor most beszéljünk a Heidi Parks könyvekről. Kezdjük a, nem is tudom, a Mint a szemed fényére című könyvvel. Ennek a történetnek a főszereplője Charlotte, aki egy 3 gyerekes anyuka, a férjével már külön élnek, és egyik nap az szinte egyetlen barátnője, Harriet, megkéri, hogy vigyázzon a kislányára, amíg ő elmegy egyetemi kurzusra. Így Charlotte-ra marad egy 4. gyermek is, és ezzel a 4 gyermekkel úgy dönt, hogy elmennek egy ilyen iskola napra, ami igazából egy ilyen ünnepségszerűség, kicsit olyan, mint a majális, tehát hogy mindenféle ilyen vidám parkos dolog van ott, és akkor lehet mindenféle játékot játszani, meg ilyenek. És hát ezek a gyerekek elég fiatalok, tehát a legidősebb is azt hiszem, 9-10 éves körül van, és ugye hát nagyon nehéz vigyázni egy embernek 4 gyerekre, és ennek meg is lesz a böjtje, ugyanis a ráhagyott gyermek, akit egyébként Alice-nek hívnak, eltűnik. És hát ez egy eléggé erős téma, amikor egy nő elhagyja a legjobb barátnőjének a gyerekét, ráadásul egy 4 éves kislányt. Ebből adódóan a 2 nő szembe kerül egymással, rengeteget fognak veszekedni, teljesen megutálják egymást, illetve hát Harriet megutálja Charlotte-ot, amiért elhagyta a gyermekét, közben folyik a rendőrségi nyomozás, majd kiderülnek olyan titkok is, amik az egész nyomozást igazából felforgatják, és ami igazából teljesen más fényben fogja felüntetni az eseményeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez a könyv tetszett a legjobban. Miután elolvastam ezt a könyvet, majd a másik Heidi Parks könyvet, rájöttem, hogy nekem mennyire tetszik az írónak a stílusa, és az, hogy milyen témákban ír. Alapjában véve maga ez a téma egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog, amit hát lehet jól is, sem, meg rosszul is, de szerencsére ez a könyv nagyon jól csinálta. Igazán boldogok énként, hogy elolvastam, ezt a könyvet én választottam ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy 4,5 csavot adtam egyébként rá, és nagyon érdekes volt. Ilyen tipikus, őszi, nem túl komplikált olvasmány, ami viszont sok izgalmat tartogat magában, nem is túl vastag, tehát 400 oldal az hiszem maximum, és nagyon visz magával a történet, tehát rendkívül gyorsan lehet vele haladni. Én ezt a könyvet ajánlom mindenkinek, aki szereti a thrillereket, ugyanis ez egy érdekes könyv volt, ráadásul tényleg olyan fordulatok voltak benne, amit még én sem szerintem, hogy ez meg fog történni. Maga az angliai borús hangulat is nagyon átjött nekem, illetve tényleg olyan gyorsan lehet vele haladni, hogy azt hiszem, én egy nap alatt olvastam el.
el. Úgyhogy 4,5 csagot kapott tőlem, és tényleg bátran ajánlom mindenkinek. Az utolsó könyv pedig nem más volt, mint szintén Heidi Parkstallat, aki keres, azt talál. Ennek a történetnek a főszereplője Sarah Harvey, aki kiskorában egy szigeten nőtt fel, majd onnan egyik napról a másikra a szüleivel elmenekültek, és igazából még felnőtt korában sem tudja azt, hogy miért. Ekkor történik az, hogy miközben ő már felnőtt, tehát 32-3 éves körül van, hogy a hírekben meghallja azt, ugyanezen a szigeten, ahol ők éltek gyermekkorában, egy holttestet találtak méghozzá a kertjükben. És így felmerül a kérdés, hogy igazából ki is ölte meg a szemét, illetve az, hogy amikor ők ott éltek, akkor történt ez az egész. Igazából ez a sziget egy nagyon magányos, nagyon ilyen elhagyatott hely, ahol nem sokan élnek, tehát ez a tipikusan mindenki ismer mindenkit, és igazából mindenki valami elől menekült arra a szigetre, amikor oda mentek élni, és ez a könyvben ki is derül egyébként. Úgyhogy nagyon izgalmas volt erről olvasni, mindig szeretem az ilyesmi történeteket, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy ő is 4,5 csillagot kapott tőlem, hogy ő szinte ugyanolyan jó volt, mint a szemet fényére. Nagyon izgalmas volt arról olvasni, hogy Stella nyomoz azután, hogy ki ölhette meg azt az embert, sokáig is derül egyébként, hogy ki ez az ember, hogy egyáltalán ismeri-e azt a szemét, akinek a holttestét megtalálták, aztán pedig ugye kiderül, és elkezd még jobban nyomozni azután, hogy mi is történhetett, majd olyan titkokra derül fény, hogy az még engem is meglepett. Én most mindig mindenki elkezd ugye magában gondolkozni, hogy akkor vajon ki is ölhette meg az emberek közül, akiket megismerünk a könyvben, magát azt a szemét, akit ugye megtaláltak a kertben. Én is elkezdtem tippelni, és egyik tippem sem volt jó, ami nagyon ritka, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez igen, engem nem szoktak ennyire átvenni a könyvek, szóval ennek nagyon örültem, és tényleg egy izgalmas történetről volt szó. Ez lett volna az a három könyv, amit az Államgyár kiadótól kaptam, remélem, hogy valamelyikhez meghoztam a kedveteket, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!